Köszöntöm valamennyi kedves nézőnket! Eljött a nagy nap július 9-e, amikor Hévízen szemlézett az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének nemzetközi zsűrije. Hosszú út vezetett idáig, és következő műsorunkban az elmúlt hónapok eseményeit idézzük fel. Minden tavaly év végén kezdődött, mikor Hévíz városok kategóriájában megnyerte a Virágos Magyarországért verseny első helyezését. Sok-sok évvel Hévíz minden évben benevezett ebbe a versenybe, és folyamatosan évről évre fejlődünk, megfelelve természetesen azoknak a kívánalmaknak, követelményeknek, amit adott esetben az új korok állítanak elénk, de a város minden egyes fejlesztése abba az irányba mutat, hogy növeljük a zöld felületeket, növeljük a virágos város képét, de ehhez ez nem megy csak a város intézményeit, nem tudják megteremteni. Ez az itt lakókra, sőt az ide látogató vendégekre is szükségünk van, és ez az összefogás, mondhatom, az, ami megteremtheti azt évről évre, hogy tovább tudunk fejlődni, és most egy ilyen díjjal elismerték ezt a munkánkat. Mekkora kihívás jelent az, hogy a városban nincsenek igazán nagy zöld felületek, hanem gondozásigényes kicsi területek vannak? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezért is kell pontosan terveznünk, de megfelelő szakemberek állnak rendelkezésünkre a városban évek óta, és mondhatom azt, hogy az itt lakók is mindig kiváló ötletekkel, és ha végigmegyünk Hévízen a különböző portákon, házakat megnézzük, magánházakat, szállodákat, vállalkozásokat, akkor azt gondolom, hogy mindig látjuk azt, hogy mindenki kihasználja ezeket az apró lehetőségeket, ami bizonyos szempontból lehet, hogy egy előny is, mert ez a sok kis apró megjelenés adott esetben sokkal nagyobb változatosságot adhat ennek a város, de mégis egy összhangot kell teremtenünk, és ez az összhang van meg a városlakók, az intézmények is, az ide látogató vendégek között is, és ez eredményezhet egy ilyen díjat, illetve egy ilyen helyezést. Községi kategóriában Csopak lett a verseny első helyezettje, így jövőre Hévíz és a Balatonparti község képviseli Magyarországot az Európai Környezetszépítő versenyen. A két település felkészítése érdekében Hévízen tartottak tájékoztató előadást a Virágos Magyarországért projekt és a Magyar Turizmus ZRT képviselői. A követelményrendszer listájában a fejlesztési tervektől az utcaképen át a környezettudatos nevelésig számos kritérium szerepel, melyekre összesen 100 pontot lehet begyűjteni. 85 pont fölött kell elérni az arany minősítéshez, és 75 pont fölött az ezüsthöz, 65 pont pedig kell legalább a bronz minősítéshez. Ha általában akarnánk bemutatni, akkor azt mondhatjuk, hogy a zöld felületeknek a minősége az kb. 50%-át teszi ki a teljes kritériumrendszernek, és a maradék 50% az pedig megoszlik a környezetvédelem, környezettudatos oktatás, illetve a kommunikáció, civil szervezetek és a helyi lakosok részvétele között. A versenyben résztvevő 12 ország egy-egy városát és községét éles szemű zsűri keresi fel nyárderekán. Az Antal Florál zsűrije egy 12 tagból álló nemzetközi szakemberekből álló zsűri, és mint szakemberek nagyon-nagyon profi módon járják be a várost. Közöttük található városüzemeltetési, tájépítészeti, kertészeti, turisztikai szakember, és ezért azt gondolom, hogy a felkészülés is egy nagyon-nagyon komoly erőfeszítést fog igénybe venni. A bírálati szempontok a magyarországitól némiképp eltérnek, már a virágosításnál is számos tényezőt vizsgálnak. Növénykiültetéseknél olyan növényeket helyezzünk előtérbe, és ajánlunk az induló településeknek, amelyek Magyarországra jellemzőek. Az egynyári kiültetések indokolt esetben elfogadottak, hiszen azt tudjuk, hogy minden évben az egynyári kiültetések nagyon sokba kerülnek minden önkormányzatnak. Hogyha ilyeneket választunk, azt meg szokták kérdezni, hogy miért ültettük azokat a növényeket arra a helyre. A zsűrizés idejére össze kell állítani egy útvonaltervet, kitalálva, mit és hogyan mutat be a város a rendelkezésére álló idő alatt. Ez egy nagyon-nagyon precízen kidolgozandó feladat, amelyhez mondhatom úgy, hogy percről percre, lépésről lépésre készítendő forgatókönyv fog összeállni, ahol a városban különböző helyszíneket fogunk közösen a Hévízi önkormányzattal megjelölni, és tulajdonképpen ezeken a helyszíneken fognak végigmenni egy ilyen 4-6 órás zsűrizési idő alatt. Az időpont az Hévíz számára július 9-én lesz, ez egy keddi nap. Úgy fog zajlani, hogy már előző este megérkezik a 12 fős nemzetközi zsűri, akik úgy állnak össze, hogy különböző életkorúak és különböző társadalmi helyzetűek és végzettségűek lesz köztük, újságírótól elkezdve
turisztikai szakember, környezetszépítő, főkertész, mérnök, főépítész, több szempontból fogják zsűrizni a városunkat. Megérkeznek előző este, és reggel indul egy városi prezentációval itt a polgármesteri hivatalban. Polgármester úrnak van lehetőség egy vetített képes prezentációt adni. Majd felülünk a kiválasztott utazási eszközre, ami még nem dőlt el, hogy mi lesz, és akkor szépen járjuk sorba azokat az útvonalakat, azokat a megállóhelyeket, amelyeket mi szeretnénk bemutatni ez alatt a zsűrizés során. Mennyire kell feszített programra felkészülni? Nagyon. 6 órás a zsűrizés, az azt jelenti, hogy nem lehet sem rövidebb, sem hosszabb. 1 órás ebédszünet lesz a zsűrizés közben, ezt is nagyon szigorúan kérik betartani, a program csúszásáért pedig pont levonás fog járni, úgyhogy úgy gondolom eléggé feszített lesz a program. Maga a zsűrizés úgy zajlik, hogy a versenynek a nyelve angol, tehát szinkrontolmács fogja polgármester úr prezentációját, illetve az adott helyszíneken más-más előadók prezentációját fordítani, és hát kérdésekre is lehet készülni. Ezért inkább egy picit rá kell hagynunk az időpontban arra, hogy inkább előbb végezzünk, mint hogy csúszunk. Hogy kell felkészülni egy ilyen megmérettetésre? Az előkészítés meglehetősen bonyolult feladat. Nagyon hasznos tapasztalatokat tudtunk szerezni már más városok kollégáitól. Balatonfürednek a főkertésze tartott itt nekünk egy prezentációt, illetve a Magyar Turizmus ZRT munkatársai is havi szinten jönnek le hozzánk tájékozódni arról, hogy hogyan zajlik a felkészülés, van lehetőségünk feltenni a kérdéseket, illetve jó indulatú kritikákkal illetik a mi felkészülésünket. Gyakorlatilag a polgármester úrnak az volt az első feladata, hogy megszabja, hogy kik azok, akik részt vesznek a felkészülésbe. Én kaptam azt a megtiszteltetést, hogy vezetem a felkészülést, és emellett 4 munkacsoportot hoztunk létre. Eddig az első kiadványon vagyunk túl, ez az úgynevezett portfóliófüzet, amelyben a zsűri tagjainak előzetesen bemutatjuk a városunkat, ügyelve arra, hogy már a megfelelő bírálati szempontrendszer szerint menjünk végig. Ebbe az az érdekes, nekünk azért volt nehéz ez a munka egy picit, mert ez nem egy megszokott turisztikai kiadvány, amihez mi úgymond szokva vagyunk. Itt a turizmus csak egy fejezet ebbe a füzetbe. Természetesen a legnagyobb részt a zöld felületek és a zöld felületi koncepciója a városnak adja, de ugyanilyen fontos felület a tervezés, a beruházások, akkor a lakosságnak a tájékoztatása és bevonása, vagy például a környezettudatos nevelés, a szelektív hulladékgazdálkodás, tehát ezek mind-mind olyan területek, amelyeket nekünk már be kellett mutatni. Angol nyelven készült el ez a kiadvány, korlátozott példányszámban, de nagyon exkluzív. Ezt fogja majd a zsűri a kezébe venni, még mielőtt eljön Hévízre, ebből tud már tájékozódni arról, hogy milyen városba érkezik. Budapesten az Astoria szállóban hirdették meg a szervezők az idei Virágos Magyarországért versenyt, és egyben bemutatták Hévíz városát és Csopak községet, hiszen a 2 tavalyi győztes képviseli hazánkat a 2013. évi európai megmérettetésen. A Virágos Magyarországért mozgalmat kiemelt projektként kezeli a Magyar Turizmus ZRT, látva, hogy az elmúlt 20 év alatt a vendégcsalogató környezet megteremtésében milyen fejlődést generált a verseny. Óriási változás mendékben, tulajdonképpen ha nem lettem volna ennek magam is részese, akkor én sem hinném el. Még évekkel ezelőtt sem tudtunk olyan fotósorozatot összeállítani egy településről, amelyeken minden fotó használható lett volna, és külföldön kirakatba rakható lett volna. Most viszont már el kell, hogy mondjam, hogy főleg azoknál a településeknél, akik évek óta szorgalmasan vesznek részt ebben a versenyben, évről évre látható a javulás. Hévíz is ebbe a kategóriába tartozik. Hihetetlen lendülettel futott neki a város ennek a projektnek, hogy évekkel ezelőtt már volt nyertese ennek a versenynek, és a külföldi megmérettetésben is részt vett, de ahhoz képest is óriási fejlődésen ment át a város, és ahogy polgármester úr le is mondta most a sajtótájékoztatón, egy csomó olyan zöld tervvel rendelkezik a település, ami azt gondolom, hogy méltán várományossá is teszi Hévízt, és bízunk benne, hogy sikerül majd a legfényesebb éremmel hazatérni a nemzetközi versenyből. Hévíz polgármestere előadásában hangsúlyozta, hogy a város idei évét meghatározza a versenyre történő felkészülés. Egyértelműen olyan fejlesztéseket is végrehajtunk zöld felületeken, közlekedési területen, elsősorban játszótereken, ami már a nemzetközi zsűri érkezésére kész lesznek ezek a kisebb projektek. A
költségvetésben is különítettünk el erre külön összegeket, de azt gondolom, hogy egy ilyen nemzetközi verseny, ami meg tud mérettetni Hévíz városa, 12 ország, ugye Magyarországon kívül 11 ország vesz részt ebben a versenyben, ez egy kiváló reklám lehetőség is, főleg akkor, ha még a valamiféle díjat vagy elismerést is kapunk, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó marketing lehetőség is egyben. Nagyon sokan magukénak érezték a versenyt, s a felkészülésből minden korosztály kivette részét, az óvodáktól az iskolákon át a civil szervezetekig. Idén a Földnapja is kapura jött ehhez. Hévíz városa is csatlakozott ahhoz az országos személygyűjtő akcióhoz, melyet a Magyar Közút ZRT hirdetett meg a Földnapján. Azok, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a programban, így a bibós diákok a Deák téren gyülekeztek. Itt megkapták a megfelelő felszerelést, majd elindultak, hogy az Ady út térségét és a bekötő utat megtisztítsák. Pár száz méter megtétele után már jókora mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze, s nem győzték sorolni, hogy mi mindent találtak. Fóliát, papírt, ilyen műanyag poharakat, balatoncsok is, papírokat, mindenfélét. Mit szólsz ahhoz, hogy hogy néz ki ez a terület? Tragédia. Nem hiszem, hogy valakinek annyira nehéz ére esne, hogy kidobja a kukába. Számodra mennyire fontos a környezetvédelem, a természetnek a tisztasága? Hát mondjuk úgy, hogy fontos. Nem vagyok az a típus, aki eldob mindent, ami nem bomlik le. Hogyha valami lebomlik, mondjuk az almacsutka, azt persze eldobom, mert az a földnek táplálék, de a fóliát azt nem. Meg semmilyen üveg, műanyag, semmi ilyesmi. A TDM Egyesületnél ez hányadik alkalom lehet körülbelül, hogy részt vesznek ilyen személygyűjtő akcióban? Hát talán a legelejétől évek óta mindig van, az azt jelenti, hogy 2006-ban kezdtük, akkor most már ez kb. A 6.-7. alkalom. Ez most nem az Egyesület szervezése, mi is csatlakoztunk egy nagyobb megmozduláshoz. A Magyar Közút szervezte, tehát országos akció, és így pont kapóra jött gyakorlatilag, hogy a Földnapjára szoktuk mi is felfűzni ezt az akciót, és így részesei lehetünk egy nagyobb egésznek. Mennyire igyekeztek a saját tagságukat megmozgatni a nemes cél érdekében? A tagokat tájékoztattuk az eseményről, és bíztattuk őket arra, hogy csatlakozzanak, és örülünk is neki, hogy többen részt vesznek a környezettisztító akción. Én úgy gondolom, hogy Hévízen itt annyira nem is a szemét mennyisége a lényeg, hanem egy környezeti nevelés talán az ifjabbaknak, illetve az itt élőknek is, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, ne csak a mai napon, hanem egész évben. A akció legyen feltűnő. Teljesítették a követelményt az I.S. Gyula általános iskola diákjai, mikor a Városháza előtti téren közös tánccal köszöntötték a Földnapját. A szokványosan tanítással indított hétfői órarendbe a harmadik órától az ökonap programjai kerültek be a nebulók örömére. Szerintem jó ötlet. Hát, ilyen még nem nagyon volt, úgyhogy szerintem az az első. Ez igazából egy újfajta kezdeményezés iskolánkban, miszerint ezen a napon, a Földnapján egy ökonapot szervezünk. Tótné Huszti Ágnes ötletéből származik, aki igazából a földrajztanár az iskolánkban. A napot egy keretbe foglaltuk, egy közös programmal indítottuk, és a végét egy közös programmal zárjuk. Délután 2 órakor egy divatbemutatót szeretnénk szervezni, ami igazából egy öko ruhát felvonultató bemutató lenne. A kettő program között pedig nagyon sok választható feladatot adunk a gyerekeknek. Több mint tucatnyi elfoglaltságból választhattak a diákok, akik kis csoportokban igazán kibontakozhattak. A nagyobbak környezetvédelmi tablót készítettek Hévíz értékeinek hangsúlyozásával, vagy plakátokon fogalmazták meg üzeneteiket. Megpróbáljuk a gyerekeknek a fejéhez, vagy a szívéhez közelebb hozni azt, hogy az év 365 napjából 365 nap legyen a Földnapja, és ne csak április 22-én gondoljunk erre. Egy kicsit koncentráljuk az ő figyelmüket arra, hogy a Föld az egy rendkívül fontos bolygó, hát ezen élünk, és megpróbáljuk azt megmondani, vagy elmondani nekik, talán úgy is, hogy egy kicsit tevékenykedtetjük őket, hiszen hogyha elmondjuk, az nem biztos, hogy megmarad, hogyha csináltatjuk, akkor lehet, hogy mindnyájan
a legénységhez tartozunk ezen a bolygón, és nem csak utasok vagyunk rajta. A jó cél szellemében a gyerekek gyűjtöttek papírt, amit már biztosan nem biztét a szél, egy lelkes csapat pedig elindult szemetet szedni. Kaptak hozzá felszerelést is. Kesztyűt, egy láthatósági mellényt és egy zsákot. Tényleg volt oktatás is előtte? Felolvasták a szabályokat. Milyen szabályok vannak? Hogy állattetemeket, vegyszereket és üvegeket nem szabad felszedni az útról, és az úttestre nem szabad rámenni. Az iskola körül alig találtak szemetet a gyerekek. A városi akcióból kihagyott Büki úton kifelé haladva azonban már volt miért hajolgatniuk az önkénteseknek. Nem kellett nehéz zsákokat cipelgetniük, hiszen a csivitelő csapatot a közútkezelő autója kísérte, és ha összegyűlt egy kisebb adag hulladék, akkor az már a gyűjtőben landolt. A jó idő is adott volt ahhoz, hogy a kellemes séta és a hasznos tevékenység összekapcsolódjon. Közben az iskola udvarán egy másik csapat a vízáteresztővé tett műanyagpoharakba ültetett virágmagokat. Háromféle virág van, lehet vegyeset csinálni. De miért ültetsz? Én most vegyeset. Miért kell szétmorzsolni ezt a földet? Hogy ne legyen csomós. Milyen mélyre kell lerakni bele a virágmagot? Hát egy centivel a tetejétől. Hányadikat ülteted? 4. Mi lesz a sorsa? Viszed haza? Igen, és otthon el fogom ültetni a kertbe. Ez volt a cél, hogy gondozzák és örüljenek a kibújó palántáknak, virágoknak. Az aulában is nagy munka folyt. Az ökojátszóházban olyan gyerekek is szorgoskodtak, akik már korábban is készültek erre a napra, például azzal, hogy verset írtak. A fantázia szabad szárnyalásának tanúi voltunk az ökojátszóházban is. Egy kis ösztönzésre mindjárt kiderül, hogy amit máskor kidobandó szemétnek tartunk, az odafigyeléssel tovább hasznosítható. Verstartóból lehet csinálni virágokat, sokfajtát, akkor WC-papír gurigából lehet kis autót készíteni, és végül is bármit el tudunk készíteni, képzeletünk szüleménye kép végül is. Mi az, ami a saját találmányod? Hát, ugye lesz divat bemutató délután, és arra az osztályunkból készítettünk 4 ruhát, abból 2 én csináltam, úgyhogy kellett gondolkodnom, hogy miért csináljak. Nekem tetszik, meg más is mondta, hogy nagyon jó lett. Az öko divat bemutató váratlan sikert hozott, és a farsanggal vetélkedő méretű program lett. Az elegancia megtestesítője szoknyájáról elolvashatod a legfrissebb híreket. Csípőmozgásával is kitűnik a papírhőd a tömegből. Kiállítással zárult az Ilyennek képzelem című alkotói pályázat, melyet az önkormányzat támogatásával írt ki a Hévízért Városvédő Egyesület 4 és 18 év közti gyermekek számára. Az évzáró már kihirdették az általános iskolások eredményét, most pedig látható is a diákok munkája. A győztes osztályból senkit sem kellett rábeszélni arra, hogy színes ceruzát ragadjon. Alapvetően nagyon szeretnek rajzolni, és amikor ezt a témát felvetettem nekik, hát akkor láttam a szemükből, hogy azonnal beindult a fantáziájuk, és csak vártam, és fogadtam a szép eredményeket. Házi zsűrizést is kellett végeznem, mert otthon is még szorgalomból is hozzákészítettek, és akkor a eltelt napok után el kellett döntenünk, hogy melyik is lesz a pályamunkájuk. Mennyire volt meglepő, hogy az első helyet sikerült megszerezni? Önmagában az egy nagyon szép dolog, hogy egy közösség együtt gondolkodik a város szépségéről, és ez bizonyára a bíráló felnőtteknek is egy tetsző dolog lehetett. Az óvodás kategória eredményét a kiállítás megnyitóján hirdették ki a Városvédő Egyesület képviselői. Janzsó Fanni és Erős Anna között nem tudott dönteni a zsűri, így megosztva kapták az első helyezést. A második helyezetnek járó díjat Funtek Luca vehette át, míg a harmadik helyezést Mayer Rebeka érdemelte ki. A bírálók úgy döntöttek, külön díjat is kiadnak, melyben Sipos Réka részesült, valamint jutott még egy ösztönző kis jutalom is az egregyi óvodának.
Tavasszal megjelentek a gyerekeknek szóló alkotói pályázatok, az önkormányzat felhívására pedig a felnőtt lakosság is csatlakozhatott a környezet állapotát javító vagy a környezet tudatosságot erősítő akciókhoz. Közben pedig a zsűrizést előkészítő bizottság tagjai sokadszor is nyakukba vették a márost. A munkánkat segítő bizottság, véleményező bizottság most már negyedszerre jár itt nálunk, havonta érkeznek, ilyenkor bejárjuk a tervezett útvonalat. Úgy néz ki, hogy az útvonal az most már véglegesedett, ezt hamarosan nyilvánosságra is hozzuk, és írjuk össze a hibákat, amiket jó részt mi magunk is látunk, hogy mit kell még addig megvalósítanunk, kijavítanunk, de ők is felhívják rá a figyelmünket, nyomatékosítják, hogy mit kell megcsinálnunk még addig. Úgy látjuk, hogy időarányosan halad Hévíz az Antan Florál versenyre való felkészülésben. Igen, látunk még olyan helyszíneket, olyan állomásokat, amelyeken majd a nemzetközi zsűri meg fog állni, és ahová még javaslatokat teszünk, de azt gondoljuk, hogy azok a kéréseink, amelyeket az előző alkalmak során megjelöltünk, azok már teljesültek, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sikeres lesz a felkészülés. A zsűrizés egyik állomása lesz a római kori romkert, és ennek nem akadálya, hogy épp változásokat él meg a környezet. Maga a romkert teljes pompájában fog rendelkezésre állni, de hát nyilván itt van egy olyan terület, ami pont az egregyi fejlesztésbe belecsúszik, így pont egy átmeneti állapotot fog látni a zsűri, ami azért sem feltétlenül baj, hiszen látják azt, hogy folyamatban vannak olyan nagy fejlesztések, olyan nagy beruházások, amik azt szolgálják, hogy minél szebb legyen a városunk, és itt fogják megkapni azt az információt a látványterveken keresztül, hogy fog kinézni majd ez a terület, miután befejeződött az egregyi rehabilitáció, illetve a Domföldi utca és annak környéke. A véleményező bizottság szigorú szemmel néz át minden négyzetcentimétert, és szóvá is teszi a hibákat. Javasoltuk például a római kori emlékeknél, hogy például ott még gyomtalanítást hajtsanak végre. A háttérnél javasoltuk, hogy egy borítást alkalmazzanak azzal a nád borítással, ami ott már elkezdődött. Itt éppen ezen a helyszínen, ahol állunk, itt javasoljunk még majd egy terep, illetve területrendezést. Tehát vannak még olyan állomáshelyek is, amelyek kérdésesek, hogy bevesszük a programba, vagy ki hagyjuk. Úgyhogy van még azért munka, főleg a hátralévő bő egy hónapra, de mi nagyon bizakodóak vagyunk. A hévízi városvezetők személyesen vitték házhoz azokat az első virágpalántákat, melyeket az önkormányzat felhívására igényeltek a lakók. Ingyen kapták a növényeket mindazok, akik vállalták, hogy az európai környezetszépítő versenyre készülve csinosítják házuk táját. Körülbelül 80 család volt, aki igényelt különböző növényeket, és számos intézmény, szállodák, panziók, tehát nagyobb létesítmények is. Úgy néz ki, hogy mindenkit ki is tudtunk szolgálni, úgyhogy én azt gondolom, hogy sikeres volt a kezdeményezés, és magukévá tették ezt a kezdeményezést a hévízi lakók is, mert igényelték ezt a kis apró munkával járó, de azt gondolom, hogy mindenkinek a háza előtt vagy a kertjében gyönyörű szépen majd megmutatkozik ez a kiültetett növények. Mekkora összeget fordított a város erre az akcióra? Ámblokk elkülönítettünk egy 12 millió forintot, ami a Virágos Magyarországért megnyert verseny után a nemzetközi versenyre kell fordítanunk. Ebbe számos dolog volt, tehát a virágvásárlásokon túl különböző edényeket kellett vásárolnunk, prospektusokat kell kötelezően elkészíteni, tehát ez egy ilyen nagyobb összeg volt. Magára, körülbelül erre a virágosításra azért egy olyan 1,5-2 millió forintnyi összeget költöttünk el, tehát az igények alapján. Mit igényeltek, és ahhoz képest mit kaptak? Hát kaptunk egy kicsit többet, mert azt hitték, hogy egy ládikóval kapunk, és holnap megkezdjük a ültetést. Minden itt az udvarban kap majd helyet? Nem, kint a falat. Úgy beszéltük meg, hogy egy kicsit az utcát is szépíteni fogjuk. Ön szerint, hogyha a többiek ezt a példát látják, akkor ragadós lesz? Biztos, igen. Megpróbáljuk majd kicsit népszerűsíteni a dolgokat, de hát olyan szép a város, hogy nincs gond. A legtöbb meglepetést az okozta, hogy az igényelt mennyiségnél több palántát szállított az önkormányzat. Nem akarjuk darabolni a ládákat, hogyha egy-kettővel több van, az még belefér a készletbe. Ön milyen segítséget nyújtott azoknak, akik igényeltek növényeket? Tulajdonképpen felkerestem minden megrendelőt, vagy bejelentkezőt, és innen tudjuk, hogy állítsuk össze a készletet. Szakmai segítséget kellett-e adni a megrendelőknek?
Nem sokat, szóval itt aránylag szeretnék a virágokat az emberek, ez meg is látszik a kerteken, házakon. Inkább azoknál, akik cserjét és évelőt rendeltek, azoknak kellett segítség. Sok mindenki kerül majd a házak elé? Igen, teljesen vegyes a kép, és mindenkinek tulajdonképpen jól rendeltek, mert ami hiányzik, az kerül oda a helyére. Nagyon, nagyon tetszik a begónia. Igen, meg és itt azért árnyék. Tavaly, mikor rakták ki ott az egyik utcába, és könyörögtem, kértem, hogy adjanak. Azt mondják, nem, nem. Ilyen nagyobb termetőek, nagyon szépek. Idén teljesült a kívánság, s nem is egy tő virulhat az előkertben. A Babócsai utcai sarokházban, ahol a fajta gazdagságra és a saját nevelésű virágokra büszkék, a háziak kíváncsian várták, mi is lesz az akció vége, szerény kérést nyújtottak be. Egyelőre csak fűmagot, meg egy kis tápsot, de nem tudom, milyent hoznak majd. Mennyire szeretik a virágokat itt a kertben? Nagyon szeretek, minden kis, pici, nagy, mindegy milyen színben, csak virág legyen, nyíljon. Arra, aki virágot szereti, rossz ember nem lehet. Te leltetnek is növényeket azért, hogy szép legyen a kert? Igen, igen. Többnyire évelők jók a kertben, mert nyugati fekvésű, és akkor azok bírják a forró meleg egy nyári napot. Minden színben szép, akkor szép a virág, ha nyílik meg, hát a zöldeket is nagyon szeretem. Komposztáló tanfolyamot szervezett az önkormányzat, hogy a családi házak lakóival megismertesse az eljárás lényegét. Az első lépések mindig nehezek, s hogy egy jó kezdeményezés bevezető fázisánál tartunk, azt mutatta a szerény érdeklődés. Pedig a házi komposztálás egyszerre költséghatékony és környezetbarát tevékenység. A hulladék elhelyezés egyre nagyobb probléma az emberiség számára. És mivel afelé tartunk, hogy fizetni is egyre többet kell az elhelyezésért, arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb keletkezzék. És ebből a háztartási szemétből a 24-36% átlagosan szerves anyagot vissza kellene juttatni a termőföldbe. Ezért tartottuk fontosnak, hogy komposztáljunk egyre többen Hévízen is. Hol sikerült szakembereket találni, akik aztán szakszerűen bemutatják, hogy mi a teendője mindazoknak, akik vállalkoznak erre? Az új szolgáltatónk, az Alaispa felajánlotta a segítségét, és ehhez a tevékenységhez ingyen edényeket szolgáltatnak, illetve tartanak egy tanfolyamot, amire most kerül sor. A házi komposztálás elsősorban egy kis odafigyelést igényel. Számos olyan hulladék akad a háztartásokban és a kertekben, amit újra hasznosíthatunk. Minden olyan szerves lebomló hulladékot, amelyik a háztartásban képződik, és ténylegesen szervesen lebomló hulladék. Nyilván itt a konyhai hulladékokra gondolok, illetve a kiskertbe, ami képződik. Tehát lehet levágott fű, fagaljak, falevelek. Nyilván ezt a megfelelő tematika szerint, vagy a megfelelő rétegrend szerint kell berakni ezekbe a komposztáló edényekbe. Mekkora edényekben, milyen típusú edényt a legjobb használni? Hát nagyon sokféle edény van, és nagyon sokféle edényt forgalmaznak. Vannak nyitott keretek, komposztáló keretek, illetve nyitott eszközök, illetve vannak zárt vagy félig zárt eszközök. Ez, amit én most szeretnék bemutatni, illetve amit mi is használunk, ez egy olyan termék, ami zárt termék, ez egy 400 literes edény. Hát ez egy ilyen normál háztartásba általában elegendő, bár nyitott keretet is célszerű hozzá használni, a kettőt együtt vegyesen célszerű használni. Nyilván ez telekmérettől függő. Mennyire célszerű megvárni azt, ameddig csurig van az edény? Hát gyakorlatilag itt is azon múlik, hogy egyrészt az időponton, hogy mikor kezdjük el a komposztálást, téli időszakban ez egy kicsit lelassul, nyári időszakban, tavasztól őszig ez lényegesen gyorsabb a folyamat. Igazából az is fontos, hogy mennyi képződik. Tehát meg is várhatjuk, de alul van ezen az edényen egy nyílás, hogy gyakorlatilag folyamatosan láthatjuk, hogy képződött-e már komposztunk, és hogyha képződött, azt alul el is tudjuk távolítani, és gyakorlatilag az edény kis megmozgatásával szépen folyamatosan ez ülepedik is, tehát folyamatosan tudjuk felülről tölteni, alul pedig elvenni a kész anyagot. A valódi komposzt többféle minőségben jelenik meg, de mindenképpen szilárd állagúnak kell lennie. Az újrahasznosítás a kert tulajdonosoknak pénztárca kímélő megoldást is jelent.
Ez a kész komposzta szintén a kertben használható fel. Hát egyrészt a különböző kultúrnövényeknél, tehát a töveire téve, gyakorlatilag a talajerő visszapótlására, illetve lehet a virágcserepekbe, leánderek tövére, muskátlik tövére. Tehát mindenhol azt, hogy pontosan ezt a tápanyagot tudjuk pótolni. Nem kell, hogy virágföldet vásároljunk, hanem ezzel tudjuk helyettesíteni a virágföldet, illetve a különböző szerves készítményeket, tehát az ilyen lomtrágyát, illetve a műtrágyákat. A házi komposztálás nem oly bonyolult feladat, ám kezdő szinten becsúszhatnak a hibák. Az önkormányzat ezek kiküszöböléséhez is segítséget kíván nyújtani. Úgy gondoltuk, hogy ha a lakosság neki áll ennek a tevékenységnek, akkor biztosan lesznek kérdések, problémák, és a gyakorlatban felmerülő kérdések megválaszolására még egy napos előadást tervezünk. Sok szálon futott a munka. A közterületeket gondozó Gamesz számára is nagy kihívást jelentett a felkészülés, főleg, hogy idén nagyon elhúzódott a téli időszak. Mennyi munka van abban az eredményben, amit a zsűri ezúttal Hévízen láthatott? Nagyon nagy munkánk van benne, nagyon intenzív időszakon vagyunk túl. És valóban, ahogy mondod, Andrea, Murphy törvénye érvényesült. Pont ebben az évben olyan kertészeti szezont kaptunk a nyakunkba, ami még sose volt. Nem volt tavasz. A tél összeért a nyárral. Az ősszel bejelölt száraz fákat a tél folyamán kivágtuk. És meglepetéssel tapasztaltuk április-májusban, hogy még rengeteget találtunk. Akkor azokat is kivágtuk, és ilyen több hullámba mentünk neki a favágásnak. Legalább 4 fakivágási körünk volt a mai napig, és a mai nap is pusztulnak még el fák, kihajt és kiszárad. Mennyire sikerült pótolni ezeket a kivágott fákat? Amit ősszel kivágtunk, és tartalékba hoztunk még faiskolákból növényt, annak egy részét bepótoltuk. Ez körülbelül olyan 80-90 darab sorfa között van, amit bepótoltunk. De ezen kívül még kivágtunk 114 fát április-május-júniusban. Ez egy olyan nagy szám, ami 20 év alatt összesen nem volt Hévízen. Az elmúlt 2 évben óriási mértékű szárasság volt, a fele csapadék hiányzott 2011-ben is, és 2012-ben is a területről, ez már nagyon sok. A talaj mély rétegeiből elment a víz. Másként alakult-e a virágosítás ebben az esztendőben, mint amit a korábbi évek gyakorlata alapján megszoktunk? Annyiban alakult másképp, hogy sokkal nagyobb figyelmet fordítottunk rá, és megpróbáltunk sokkal igényesebb és drágább kiültetéseket tervezni már januárban, és ehhez beszerezni a növényeket. Sokkal több dugványos növényt használtunk, olyat, aminek az alapára drágább. Ezáltal talán biztonságosabb lesz a területen a megtartása is. De virágágyakat, azokat nem növeltünk. A kórházba kiültetett palántákkal együtt körülbelül 40 ezer palántáról beszélünk, ez egy ilyen kisvárosban igen tisztességes szám. Természetesen a verseny kapcsán sem csak arról van szó, hogy virágosítsuk a várost, hanem az egész környezetnek a rendbetételéről szó van, ami szintén egyébként a Gamesz feladata. Mi az, amit még a munkák során elvégeztek ebben a körben? Koncentráltunk a vályos teljes takarítására. Megpróbáltunk minden olyan finom munkafolyamatot elvégezni, amit más években talán egy kicsit nagyobb léptékekben tesszük. Tehát minden elemes járda burkolatot, viakolós járdát megpróbáltunk kijavítani. Sokkal nagyobb összeget fordított az önkormányzat kátyúzásra. Igaz, az utak is rosszabb állapotban voltak ebben az évben, mint más éveken, de ezt az eredetileg előirányzott összeget gyakorlatilag egyharmadával megtoldotta az önkormányzat, és ebből sokkal több négyzetméternyi kátyozás készült el. Koncentráltunk azokra az állomásokra, amiket beszeretnénk mutatni. A romkertnek a falazata az jó 15 évvel ezelőtt készült el, mivel nincs lefedve, az idő egy vasfoga egy kicsit megette a fogázott kőrészeket. Ezeket most közvetlenül a zsűrizés előtt a felső rétegeket újraépítettük. Bepótoltuk az összes növényt, cserjágyakban, évelőágyakban, amit csak a városban található. Nagyon nagy számot fogok mondani, ezres nagyságrendben ültettünk el cserjéket és évelő növényeket pótlásnak. Nem növeltük meg viszont azokat a felületeket, amik alkalmi felületek. Tehát egy nyári felületet, újat nem hoztunk létre. Nagyon ésszel gondolkodva csak olyanokat csináltunk, ami megmarad a városban, akkor is, amikor elmegy majd a zsűri. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen hosszú távú gondolkozás része lett mindaz, ami most itt történt januártól kezdve?
Természetesen, de ennek az egész versenynek már sokkal komolyabb céljai vannak, mint amikor mi 1998-ban versenyeztünk. Akkor valóban azzal, hogy szép virágágyaink vannak, és jó a köztisztasságunk, azzal akár meg is lehetett nyerni egy versenyt. Ma már ez teljesen másról szól. A fenntartható fejlődést fordítja le a zsűri egy város életére, tehát. Mit csinálunk a lehulló csapadékkal? Azt hogyan hasznosítsuk? Van-e szelektív hulladékgyűjtésünk? Mi történik a hulladékkal a város környezetében? A civil összefogás nagyon fontos hangsúlypont. Mi történik a gyerekek környezeti nevelésével az iskolában, az óvodában és a gimnáziumban? Ezekre szinte több pontot lehet kapni a verseny folyamán, mint magára, a virágágyakra vagy a környezet általános állapotára. Ha pontozni kellene a Gamesz dolgozóinak munkáját, akkor ők hány pontot kapnának? Hozzáállásból mindenképpen csillagos ötöst kapnának. Rengeteget dolgoztak, soha még egyszer nem mondták azt, hogy vége van a munkaidőnek, nem tudok szombaton bejönni. Most például szombat, vasárnap is dolgozni fognak mindannyian a kollégáim közül. Köszönöm szépen nekik. Mennyire várják kíváncsian a végeredményt? Nagyon. A felkészítő bizottság, akik próbáltak segíteni nekünk, Magyarországról tapasztalt kertészek, ők feltették a nagy kérdést, hogy kardunkba dőlünk-e. Hát természetesen nem fogunk. És az életünkben ez a verseny csak egy pillanat. Nem ez a lényeg. Természetesen szeretnénk minél jobb eredményt elérni, büszkélkedni vele, de a napi rend, a napi fenntartás sokkal fontosabb. Az, hogy a városlakók részére ez a város hogyan használható, az mindennél sokkal fontosabb. Nézzük egy gyorsan az útvonalat, mi az, amire koncentráltan kellett figyelni, hogy biztos a rendben legyen. A zsűri útvonala a polgármesteri hivataltól indul, egy polgármester úr által tartott nagyon komoly prezentációval, amiben bemutatja a város életét és a fejlesztési lehetőségeinket. Innen elindulva elmegyünk az Zrínyi utcai játszótérre. A Zrínyi utcai játszótérről az Egregyi templomot fogjuk megmutatni, az Árpád-kori templomot és környezetét. Onnan lemegyünk a Romkertbe. A Romkertből az Attila utcán keresztül Széchenyi utca, Széchenyi utcából elkanyarodunk a Móricz-Zsigmond utca, Madács utca, Kisfaludi utca, egy családi házas övezetrészt mutatunk be. Onnan a körforgalomon keresztül elmegyünk a Vörösmarty utca, Helikon utca, Kossuth utcán vissza. Itt következik majd a Park utcai lépcsőtől lefelé egy gyalogos séta, a Festetics téren keresztül a Rákóczi utca, MOL tér végig. Utána újra Dottóra száll a bizottság. Dottóval kimegyünk az Északi Véderdőbe, a medvenapozó környékén bemegyünk az Északi Véderdőbe, a Holtfa környékére. Majd a medvenapozótól a tó mentén kimegyünk a főépülethez, Schulhof sétányon végigjövünk, és a zsűri megbeszélése a könyvtárban fog befejeződni. Köszönjük szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, ezzel mai osztályításunk végéhez értünk, a verseny végeredményét pedig majd ősszel tudjuk meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!